Október 17-e van, a szegénység elleni küzdelem világnapja, mi pedig stílszerűen kettő darab nem annyira olcsó BMW személygépjárművet viszünk Budapestről, Szlovéniába, Ljubljanába, tőlem balra egy 520D faceliftes, tőlem jobbra pedig a legújabb aktív hibrid 7-es. Az idő pedig csodálatos, és kicsit megpróbáljuk összehasonlítani az almát az almás körtével. Hát ez valami egészen elképesztően kényelmes és szuper gazdag felszerelt autó. Ezzel nem árultam ennyiben nagy újdonságot. Másik generációs aktív hibrid, sorhatos benzines turbomotor és egy kis villanyos kiegészítés, 354 lóerő a rendszer teljesítmény. Zseniális, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól megy az autó, annak ellenére is, hogy a hajtáslánc miatt ugye plusz súlyt cipelünk. Ez az autó egy több mint 2 tonnás, 5,7 másodperc alatt van 100-on, kipróbáltam és úgy megy fel 250-ig, mint a 20-at. Gyönyörű a hangja, gyönyörű a 6-hengeres benzinmotor hangja, csendes, hátul is nagyon jó ülni. Ennek az autónak az ára, az 39 millió forint. BMW-t vennék, akkor ezt venném. Az az áldozat, hogy csak 360 literes a csomagtartó. Én mondjuk belefértem. Szia 7-es, ha 7-est azt ott hagytuk, Ljubljanában, megyünk vissza Budapestre az 520D-vel. És tök jó, hogy közvetlenül egymás mellett látja az ember a jó autót és a nagyon-nagyon jó autót. Most a jó autóban ülünk. És akkor az almát az almás körtével összehasonlításhoz egészen egyértelmű, hogy nagyságrendekkel jobb autó a 7-es az 5-ösnél, és a benzines hibrid a 4-hengeres dízelnél, amiben egyformák, egy hátsó kerékhajtás, a stabilitás és a pazar 8 fokozatú automataváltó. Ugyanakkor a hibrid sokkal finomabban rugózik, jóval erősebb. Ez a 20D 184 lóerővel és 380 Nm-es nyomatékkal. Nem megy 250-et, csak 220 valamennyit, vagy 230-et. Nem gyorsul 5 hét alatt 100-ra, csak kb. 8 másodperc alatt. Na, minden relatív, mert ha csak ezt az 5-öst nézzük, ez egy nagyon jó autó, még a 4-hengeres dízellel is jó autó, mondjuk a hangja. A stop-start rendszer finomsága az nem finom, szóval ezek nem jó dolgok annyira. 4,5 literes fogyasztás az inkább az papíron. 7-esből visszaülni az 5-ösbe, igen, szóval megérti az ember. Ez az 520D jól felextrázva, 16,7 millió forint. A 7-es aktív hibridünk pedig ugye 39, tehát hogy mi ez a rettenetes komoly nagy különbség. A hibrid 7-es fogyasztására mi 9,4 litert kaptunk végül, az 520D-vel pedig 6,2 literes vegyes fogyasztással jártuk meg a Budapest, Ljubljana Budapest útvonalat, értelemszerűen főleg strádán.